Most elárulom önöknek, mi kellett nekem a boldogsághoz, mert azt egy éve tudom igazán. Egy fehér szörköntösbe csomagolt energiabomba, egy örökös játékos bohóc, egy idegen, postást, kukást jelző, kikapcsolhatatlan riasztó, hűségesen, őszintén szerető és ragaszkodó, okos kis társ, aki nem akarja tudomásul venni, ha rossz kedben van, aki a legelképesztőbb és általa kigondolt játékaival az élet adta legnehezebb pillanataimon is átsegít. És ez nem más, mint Szudar, az egyéves fehér pulim. Most ismerjék meg a Mennyhár családot, a cserisubás pulitenyészet tulajdonosait, akik ezeket a boldogsághormonokat 30 éve tenyésztik. Szeretem az élet hajnali dalát, szeretem a fények nappali szavát, szeretem az est otthon melegét, szeretem a csókot éjjeli tüzét, szeretem az... Jó napot kívánok! Csak nem az Ebugatta stábja érkezett. Hát szeretettel köszöntünk. Fáradjál bejjel. Csatlakozom. Tessék befáradni. Cserszektomai cserisubás kennelbe vagyunk az udvaron. A lakóházunk mellett van, hála Istennek, egy régi parasztház, amit igyekeztünk megmenteni kezdettől fogva, hogy ide költöztünk. A munkakörünk is olyan lett, hogy állateledel nagy kert létesítettünk, és ebbe az épületbe működik annak is az eladó része, meg az iroda része. És ki lettek alakítva a kutyák számára is a megfelelő helyek. Igyekeztünk úgy kialakítani, hogy lehetőleg jól el lehessen a kutyákat egymástól különíteni, tehát ne legyen az, hogy a kutyák összevesznek. Külön biztosítottunk helyet a kölyköknek, külön a felnőtt kutyáknak. Szeretem az álmok rejtett aranyát, szeretem a táncok tiszta tavaszát, szeretem a csőt. Hány éve kezdődött? Hogyan indult? Hogyan láttátok meg az első pulit? És miért pont puli? Hát ez egy érdekes, mindenkinek megvan a maga története, hogy hogyan, miként. Minket egy lakhelyváltozás hozott össze a kutyával. Vonyarcvashegyen vettünk egy kis telket, és oda építettünk egy kis nyaralót. Tihanyba, a Kassiánéktól vettük az első komondorunkat. Ez volt 1984-ben. Így rövid idő alatt bekapcsolódtunk a kutyás társadalomba. A komondort 10 évig próbáltuk tenyészteni, több-kevesebb sikerrel megkedveltük a pásztorkutyát, de menet közben kiderült, hogy a mi lehetőségeink, a terület, egyebek nem a legalkalmasabbak arra, hogy mi a komondort továbbfejlesszük, és jött az ötlet először a Pumi kapcsán, és alig, hanem nagyon rövid idő alatt a Puli is a képbe került, és elkezdtünk foglalkozni a kis terelő, nagyon okos magyar kutyafajtákkal. 20 éve együtt látlak benneteket mindenhol, és ez valahol egy olyan dolog, hogy úgy érzem, hogy nagyon össze is köt benneteket ez az egész hobbi minden. Ki volt az, aki kitalált először a kiállítást? Hát igazából az Istvánnak mindig komoly hobbiai voltak, tehát amit ő úgy elkezdett, akkor azt mélyen, teljesen, tehát azt nem csak úgy felszínesen, meg most meg abba hagyom, ez a mai napig is tart. Miért tartjátok fontosnak ezt az igazán nagyon elegáns magyaros megjelenést? Hát ha már a pulit választottuk, meg a pumit, hogy ezt a magyar hagyományt tovább vigyük, akkor úgy gondoltuk, hogy a kiállításon ezt erősítjük, hogyha szolidan, szóval nem túl... Azért mondom, hogy mindig elegáns. Igen, nem túl öltözve. Igen.
És az egyszerű, úgy gondoltuk, az egyszerű, fekete-fehér. De gyönyörű, az íg rajta. Igen, szóval ezeket én úgy szerettem mindig megválasztani, hogy azért az egyéniségemhez is. Amikor így megjelentek, mit szólnak? Igen, általában nagyon jó visszajelzéseket kapunk. A pulis társainktól is. Nagyon csodálkozom, hogy csak mi vagyunk így. Igen, nagyon csodálkozom. Néha elvétve előfordul nagyobb rendezvényeken, hogy egy-egy fiatal is felöltözik, de nagyon ritkán. Hát mi így adjuk meg a tiszteletet, hogy fehéring és egyszerű magyaros megjelenés. Térjünk rá akkor a pulikra. Gyakorlatilag, István, azért igazából neked eleinte a fehér puli volt az indulás, ugye jól tudom. Igen, Vértesi Morzsának hívták, és ezzel kezdtük el, ezzel alapoztuk meg a fehér tenyésztést. Szántót pusztán találkoztam össze Sáner Antallal, akinek a Puszta Máriától egy nagyon régi, nagyon komoly sivatagi tenyészet tulajdonosával, és ennek a Sáner Tóni barátunknak volt egy fehér kanya, a sivatagi nótás, aki egy nagy legenda lett, nagyon sikeres fehér kutya, és ott eldöntöttük, hogy akkor a Vértesi Morzsát és a sivatagi nótást mi össze fogjuk hozni, abból született meg az első alom, és ebből az alomból... Az hányban volt is nekem? Ez olyan 86-ban, és ebből az alomból született az első sikeres kutyánk, a Cseri Subás Hajdú, aki ópusztaszeren a MEOE 100 éves jubileumi kiállításán veterán cac kutyaként szerepelt. Sokáig tartott, míg a győztes címig eljutottunk, mert azért a fehér tenyésztésben voltak már elismert komoly tenyésztők. Nem úgy jöttek az eredmények, hogy mindjárt győztes kutyáink lettek. Rengeteget próbálkoztunk, és nem jött ki az az eredmény, mi is láttuk sajnos az almokon is, meg vittük ehhez a jókanhoz, ahhoz a jókanhoz, és nem jöttek ki az utódokból az, amit mi ideálisnak gondoltunk. Tehát nagyon szigorúnak igen, kell lenni? Igen, ez egy alap ugye más igazság. Szeretek egy kutyát, és más, ha tenyésztek. Mi megtanultuk onnan a kiállítási kör széléről, amíg sok éven keresztül figyeltük, csak tanultuk a pulit, a bírókat, akik akkor nagyon határozottan jól irányították azt, hogy milyen irányba kell menni. Nagy kegyelettel és tisztelettel adózok Csicsikének, Dr. Riger Lászlónénak, Tóth Máriának, és még jó pár bírót sorolhatnék. Belénk ivódott, hogy a pulinak egy kvadratikus, almafejű, kompakt, milyen szőrű kutyának kell lenni, milyen farogtartásnak, és ez lett a tenyésztési elképzelésünk, hogy ezt megpróbáljuk megvalósítani. Gyakorlatilag megtanulhattunk tőlük pulizni, ugye? Azért a nézőknek most hagyd mondjam el, hogy azért beszélgettünk erről többes számba, hiszen együtt jártunk kiállításra. Annak idején én is ugye pulikat tenyésztettem, ott álltunk ti fehérrel, én ott álltam feketével. Tehát engedjék meg, hogy azért beszélek így többes számba, hogy megtanultunk pulizni. Tehát megtanítottak bennünket, nem? Türelemmel, tisztelettel, alázattal, és azt mondhatom azt, hogy igenis, a jó pár évig futottak kategóriájába tartoztunk, mert még abban is a nagy öregeket tiszteletbe kellett tartanunk, nem? Ugye, hát jól mondom? Igen. Megvan ez ma? Hát sajnos most... Vegyesen. Minket csak az érdekel, hogy a pulitenyésztést jó irányba vigyük, mi ezt tűztük ki célul, és emellett maradunk. Tehát nem foglalkozunk. Járjátok a saját utatokat. Igen, a saját utunkat. Köszönöm.
mennyi tenyésztő munka van, mennyi minden van emögött, hogy igazán ezek a gyönyörű gyöngyfehér pulik jönnek ki tőletek. Hát igen, ezt következetesen fel kellett építeni, nem lehetett egyik évről a másikra, ahogy itt elkezdtük sorolgatni, elég nehéz is felsorolni, hogy kik voltak a legsikeresebb kutyák, de mindig a szép fehér kutya volt kiemelve, a jó pigmentű kutya volt kiemelve, és ez ugyanígy van a feketében is. Igen. Az az igazi szép kutya, aki holló fekete, hát a fehérben is erre kellett törekedni, és a pigment, ami nem volt annyira rögzítve, tehát nagyon sok kutyát kellett szelektálni, más célra használni, és nem a tenyésztésbe erőltetni, és csak azokkal dolgoztunk, akiknél láttuk, hogy ez megvalósul, és így épült fel az, hogy hát nem csak a Darázs lett egy kiemelkedő kutya, aki Horváth János barátunknál van, Nemesapátiba, és sok szép utódot hozott az a két kutya, akit őnála tudunk. Többek között ugye a Cserisubás Marost meg kell említeni, aki itt született, és most Zalaegerszegen van, ő lett aztán az Európa győztes kutya, tehát ezekre mindre nagyon büszkék vagyunk, és ugyanakkor volt még egy másik vonal is, egy Cserisubás Tóbiás nevű kutyánk, aki Poznánban volt világgyőztes kan, és annak is most már rendelkezünk egy-két szép utódával, aki tenyésztésben van. Tehát kiszélesítettük a fehér állományt, ehhez kellettek nekünk a jó barátok, a Horváth Jancsi, a Kaszasanyi, a Cserisubás Kaminak a gazdái, az Ibolya, és az a nagy öröm számunkra, hogy mi senkit nem próbáltunk erre a kis hobbira kényszeríteni, hanem mindenkinél olyan természetesen örömből jött, és szívesen jöttek velünk a kiállításokra, csatlakoztak hozzánk, mi igyekeztünk őket jó irányba vinni, igen, hogy a kiállításon hogyan, miként el is jöttek, és csak így tudtuk megvalósítani azt, hogy most eljutottunk ide, hogy mondhatjuk, hogy vannak szép kutyáink, nem vagyunk elbizakodva, még van mit tennünk, de hála Istennek lettek nagyon szép ideális kutyáink, akik a standardet hozzák. Ezt a mai napot is nekünk akkora öröm volt a számunkra, hogy itt három ilyen kis gyönyörűséges kis kölyök még, de már látszik bennük, hogy a jövő reménységei, és a gazdik mindegyik olyan nagy örömmel hozták, és most úgy gondolom, hogy kaptak egy kis fröccsöt ahhoz, hogy tényleg talán ezekből lesz valami, ezekből a kutyákból, és nekünk ez adja mindig azt, hogy na most akkor lépünk, még egyet lépünk, mert sikerült ezt elérnünk. Én ezt igazolom, mert higgyétek el, hogy olyan csoda, amit csináltok, mert ugye bevallatjuk a nézőknek, hogy én úgy mentem oda, hogy az operatőrömnek akartam választani egy fehér pulit, és a mai napig is nem tartottok bolondnak, ha azt mondom, hogy ahogy a cudar beült az ölembe, ő kiválasztott? Hát biztosan. Nem, én azóta is ezen gondolkozom, hogy az hát miért, az egy rendkívül, hogy beült és félhetessen, és ma már nem tagadom én a nézők előtt se, én abszolút beszélgetek vele, tehát úgy higgyétek el, hogy 5,5 éves kora óta állandóan éjjel-nappal mellettem van, és mindig mondom, hogy te kiválasztottál valamiért, és aztán azt mondtam, hogy lehet, hogy a sok pulimnak a kis szelleme is, és olyan örömet, nem tudom megmondani, megváltoztatta az életünket, boldoggá tette az életünket, van miért fölkelni, és ez tényleg így van. A kis hülyeségei, tehát olyan örömet tudtok okozni embereknek, és higgyétek el, meg is tudjátok ezzel változtatni az életüket. Ezért érdemes ezt az egész tenyésztést csinálni? Biztosan, jól biztosan. Látod. Ez egy olyan elégtétel számunkra, hogy el se lehet mondani. Nagyon. Ebbe azért nagy szerepe van a pulinak, mi csak terelgetjük, igazgatjuk az útját, de hát ez mind a pulinak köszönhető, hogy ilyen rendkívüli kutya, ilyen okos lehet, hogyha okos gazdái vannak, akkor még okosabb a puli is. Puli szolgálhatja a gazdit, akkor az a lelkét kiteszi a gazdinak.
Tudjátok, mi idegesít minden, mikor azt mondják, hogy a puli ugat. Miért ugatna? Képzeljtek el, ugye, hogy vidéken lakunk, ahogy minden kutyát szerintem meg kell tanítani, hogy mikor ugathat, mikor nem. Ugye ő egy nagyon éber, ő eleinte még pici volt, 2 hónaposan, 3 hónaposan, a verebet is lejelezte, hogy a teraszra, és akkor mindig megbeszéltem, hogy cudar, nem szabad. Mindenre meg lehet tanítani. Szuperintelligenciája van, jól igen, mondom? De következetesség, nagy következetesség kell hozzá, hogy elfogadja, és te legyél a falka vezér, és ne ő legyen a falka vezér, mert akkor gond van. Mit üzennél a jövő generációnak? Hogy kövessék ezt a ti munkátokat, ha majd abba hagyjátok? Azt tudom mondani, hogy legyenek kitartóak, és hogyha kitartóak tudnak lenni, és odafigyelnek jól, hogy mit értünk el eddig a pulival, és még mit kellene elérni, tehát hogyha ezeket a célokat érzik a fiatalok, akkor tovább tudják vinni ezt a sok évtizede folyó munkát, amit nem csak mi csinálunk, hanem mi is átvettük másoktól, mi is fölvetjük, hogy mik azok a dolgok, amiben tovább kell lépni a pulitenyésztésbe, és mik azok, amiket meg kell őrizni. Mert amit már nagy nehezen elértünk típusba, szőrtípusba, formába, idegrendszerbe, ezek, ha csak azt csináljuk, hogy ezekre vigyázunk, és nem hagyjuk elkallódni, akkor is sokat teszünk, meg tesznek a fiatalok, hogyha erre odafigyelnek. Mindig lesz egy pár ember, aki szíve ügyének fogja tartani, hogy a pulit tartsuk meg, és jó irányba mindig az, ami róla van, az mindig maradjon meg az emberek szívébe, és szeressék ezt a fajtát. Erre a garancia az embereknek a kutya és a puli utáni szeretete, vágya, meg lesznek azok a fiatalok, akik majd így viszonyulnak a pulihoz, és akkor megy minden tovább.